Ezek a felvételek még egy korábbi Pálinka fesztiválon készültek, amelyet ettől az évtől egy komoly fesztivál szervezői háttérrel rendelkező Békés Csabai cég visz tovább. Az új tulajdonosi kör legfontosabb célja, hogy a gyulaiak érezzék magukénak a rendezvényt, a szakma és a közönség is elégedett legyen, és növekedjen a fürdőváros ismertsége, valamint a vendégészakák száma. A Magna Cum Laude mint gyulai együttes azonnal igent mondott arra a felkérésre, hogy a rendezvény mögé álljon, és adott lehetőségeikkel népszerűsítsék a fesztivált. Milyen rendezvénynek nem belül, ami bármilyen játékok, vagy valamit úgy gondolják, hogy szüksége van az arcunkra valakinek, akkor mi nagyon szívesen odarakjuk magunkat, és akkor miért ne? De alapvetően te is tudod, hogy egy focista az focizik, amellett nyilván elad egy-két csúkát, meg egy-két meszt is mellette, de azért mégis a játékával tudja valaki kívni, és mi is nyilván a zenénket tudjuk ide csábítani, és szórakoztatni a gyulai közönséget, és nem, reméljük, hogy nem csak a gyulai közönséget. Mintegy 17 éves múltra tekint vissza a fesztivál szervezés terén az új cég, így egy gyakorlott szakmai háttérrel rendelkező stáb jelentheti a garanciát a színvonalas fesztivál megszervezésére, amely a régi értékek mellett számos újdonságot is ígér. A Pálinka fesztivál kapcsán, mivel italkereskedelemmel foglalkozunk, azt hiszem, hogy ez abszolút belelik a mi elképzelésünkben, mind marketing szempontjából, mind rendezvény szervezés szempontjából, és hát azt hiszem, hogy egy olyan nagy hírű, országos hírű rendezvény tudunk átvenni, megszervezni, megrendezni, amit nem kell már bemutatni, ami letette az asztalra, csak éppen meg kell újítani, újra vissza kell állítani azt a rangot, amit az első években jellemezte, hogy igen, az első, és Gyula Pálinka fővárosának kell újra, hogy legyen. Mivel a város számára az egyik legfontosabb terület a turizmus, nem mindegy, hogy milyen rendezvényekkel csábítják ide a vendégeket. A város vezetése bízik benne, hogy az új szervezők munkájának köszönhetően tovább erősödik a Pálinka Fesztivál hírneve. Az elmúlt több mint másfél évtizedben a város egyik legfontosabb rendezvénye volt, turisztikai értelemben is. Ezért is volt fontos nekünk, hogy mi lesz a sorsa, hiszen az elmúlt években azért lehetett látni, hogy mint a kifulladt volna. Nagy öröm volt számomra, hogy új kezekbe került a fesztivál üzemeltetése, ráadásul a Bora Kft. Esetében olyan kezekbe, akik már bizonyították a professzionalizmusokat, hiszen a Sörfesztivál évek óta egy rendkívül színvonalas nagy rendezvény Békés Csabán, ezért aztán egyfajta együttműködési lehetőség is van itt a fesztiválok között. A szervezők minden korosztályt szeretnének megszólítani, ezért a rendezvényen az eddigiekhez képest több fellépő lesz majd látható, a gyulaiak számára pedig kedvezményeket ígérnek.